Sziasztok, tartsatok velünk ma Rochesterbe, illetve az Abnor kastélyhoz. A London Bridge-től vonattal mentünk Rochester városában, az út durván másfél órás volt, viszont a vonat kényelmes volt, volt rajta mostó is. Megérkeztünk Rochesterbe. Rochester városát Charles Dickens angol író tette híressé, kis száz faluból Anglia egyik legszebb városává nőtte ki magát, a rómaiak kezdtek el itt kereskedni, és az egyik legfontosabb városukká tették azáltal, hogy erődöt és hidat építettek a Medway folyón. A Rochesteri katedrális Pye Elvartól rövid sétára van, Anglia második legrégebbi katedrálisa, 640-ben alapították, az ország legszebb római kori homlokzatával büszkélkedhet. Elhagytam a lányokat, de most már megtaláltam őket. Ez a kis fali képmaradvány az 1200-as évekből való. A katedrális egyik kincsének nevezik, és magát Fortuna szerencsekerékét ábrázolja. Amúgy a katedrális Nagy-Británia második legrégebbi katedrálisa. Gondolom, sokatoknak feltűnik, hogy szeretek katedrálisokba járni, bár meg kell, hogy valljam, itt Angliában nagyon sok ilyen katedrális van, és a belépés mindenhova ingyenes, tele van történelemmel, úgyhogy nagyon megéri eljönni és felkeresni. Még könyvtár is van a templomban. Egész réginek tűnik. Katedrálishoz tartozik egy kis kertrész is. Nagyon hangulatos ez a fa, ott van egy pad. Nagyon klassz lehet itt könyvet olvasni. Amúgy nagyon meleg van ma, 26 fok körül van, úgyhogy ez különösen jó idő városnézésre. A 87-ben Anglia egyik legelső kővára épült meg a városban, amikor Gandalf püspök egy korábbi földből és fából emelt erődítmény helyén elrendelte a ma is látható vár építését, a 12. századi öreg tornya Anglia legmagasabbja. Állítólag több mint 200 lépcső vezet a kastélyba, hogy minden részét elérjük. Most egyelőre megyünk, megveszik a jegyet, próbálunk venni kombinált jegyet, mert még van pár dolog, amit szeretnénk itt megnézni, illetve a közelben is van egy kastély. Reméljük, hogy tudunk venni. Thank you.
Azt kell, hogy mondjam, ez a kastély nagyon kacskaringós, mindenhova vezet lépcső, viszont vannak padok, ahol meg lehet pihenni. Bele van minden kis kagyló maradványa. Kicsit bizarr a döglött galambok látványa. Megérkeztünk az East Gate házhoz. A Rochesteri High Street-en található. A ház építése az 1590-es évek végén kezdődött. Ennek az eredeti vörös téglából készült tudós stílusú háznak lenyűgöző története van. Eredetileg a Buck család öt nemzedékének családi otthonaként használták. Sir Peter Buck a Royal Tudor Dockyard egyik vezető tisztje volt, de bentlakásos lányiskolaként, illetve nyilvános könyvtárként is működött, napjainkban pedig Charles Dickens múzeumként látogatható. Ez a része a háznak, egy lányiskola volt régen. Nagyon nyekereg a padló.
Az öreg híd eredetileg 1856-ban épült, egy része lengőhíd volt, amelyet félre lehetett mozdítani, így a magas árbocú hajók át tudtak jutni. Ezt a részt régi hajók átjárónak hívják, de ma már nem mozgatható. Elindultunk Rochesterből az Upnor Castle-höz, ami elég érdekes úton vezet, ugyanis egy szakaszon nincsen járda. Mezőn keresztül sétálunk, remélhetőleg képségben odaérünk. Végre találtunk egy feliratot. Úgy tűnik, megérkeztünk a kastélyhoz. Vagy nem. Úgy tűnik, megérkeztünk. Az Upnor kastély a Medvé folyó partján áll, eredetileg első Erzsébet királynő parancsára épült, 1559-ben fegyvererőtként, hogy megvédje a horgonyzó hadihajóit a Medvé és a Csetörtök közelében.